Az önkormányzati választások megmutatták, hogy van létjogosultsága a Mi Hazánk mozgalom által képviselt harmadik útnak, hiszen abban a 12 megyében, illetve budapesti kerületekben, ahol listát tudtunk állítani, ott 5-6%-os eredményeket tudtunk elérni, tehát már átléptük a parlamentbe jutás küszöbét jelentő 5%-ot, de például a saját megyénkben, ahol zászlót bontottunk, Csongrád megyében több mint 9%-os eredménnyel, két képviselővel a 10%-át adjuk a megyei közgyűlés tagjainak. Tehát teljesen egyértelmű, hogy ha ezt az építkezést tovább folytatjuk, akkor 2022-ben a Magyar Országgyűlés meghatározó és megkerülhetetlen tagjává fog válni egy külön frakcióval a Mi Hazánk mozgalom. A feladat számunkra adott. Azokban a megyékben, az ország azon területeiben és Budapest azon kerületeiben, ahol ezen az önkormányzati választáson nem megfelelő számban tudtunk indulni, vagy ajánlásokat, aláírásokat gyűjteni, ott meg kell erősíteni a mozgalmunkat, ezért egy taktoborzó országjárásba kezdek, amely országjárás során mindenhol az ország valamennyi megyéjében, Budapest valamennyi kerületében találkozni fogok a helyi tagjainkkal is, ugyanis ígéretemhez híven egy olyan programalkotó és tisztúító közgyűlést, illetve kongresszust fogok összehívni, amelyet március 15-éig meg fogunk tartani. Azért március 15-én kerülhet át sor a programalkotó, tisztúító kongresszusunkra, mert néhány hónap kell ahhoz, hogy végigjárjam az országot, és ahhoz, hogy programot alkossunk, ahhoz nekem találkoznom kell valamennyi tagtársunkkal, hiszen ezt a programot közösen fogjuk meghatározni. Ahogy az alapításkor megfogalmaztam, továbbra is ehhez tartom magamat, nem külső tanácsadók írják majd a programunkat, amellyel a parlamentbe kívánunk kerülni, hanem a saját tagjaink, a Mi Hazánk mozgalom tagsága fogja ezt a programot összeállítani. Ehhez fogok most több hónapos országjárásba kezdeni, és a mai elnökségi ülésen pedig meghatározzuk ennek a kongresszusnak az időpontját, amelyet hangsúlyozok, március 15-éig bezárólag fogunk majd kitűzni. A tisztúító kongresszus az országos elnökségről fog dönteni. A megfelelő konzekvenciák, következtetések levonása az viszont már az elmúlt napokban is megkezdődött, és látjuk azokat a megyéket, látjuk azokat a leendő választókerületeket, ahol látszik, hogy gyengébben szerepelt a mozgalom. Természetesen ott már akár vezetőcserék történhetnek a következő időszakban is, a kongresszus előtt, hiszen a jelenlegi elnökség is meg tudja ezeket akár személycseréket, döntéseket hozni.